Sziasztok, kedves barátaim! Már nagyon sok könyv megjelent az univerzumról, az UFO-król, vannak ufológusok, annyi sok minden van, de védikus írások nagyon tisztán mindenről mesélnek, részletesen és pontot raknak mindenről. Például kezdjük azzal, hogy az univerzumnak mi a mérete. És van egy csodálatos Bhagavata Purana, ami írja, hogy a naptól az univerzum széleig 3 milliárd 250 millió kilométer. És mivel a nap az univerzum közepén van, abból tudhatjuk, hogy univerzumnak az átmérője 6 milliárd 500 millió kilométer. Ennyi az univerzumnak a mérete. Aztán írják, hogy sok bolygó van, végtelen bolygó van, mi nem tudjuk összeszámolni, természetesen van főbolygók, ami az asztrológiában szoktunk használni, de az egész univerzum három kategóriára, mondhatjuk így 14 kategóriára oszlódik, vagy 14 bolygórendszerre, vagy 7 bolygórendszerre, vagy ezt az egész 14-7, az lehet csak 3-ra osztani. Vagy van, ami könnyű megjegyezni. Van középső bolygórendszer, ahova tartozik, ami a földbolygónk, van felső bolygórendszer, ami a föld fölötti, és van alsó bolygórendszer, ami a föld alatt tartozik. Ki hol születik, az egyes, amit inkább mondanék, hogy vannak ora ufók. Hát attól függ, hogy hogyan nézünk. Hogyha mi nézünk földről, akkor nekünk, akik a más bolygókon vannak az ufók, ők, amikor ránk néznek, akkor mi vagyunk nekik az ufók. De gyakorlatilag minden bolygónak van egy fontos szerepe az univerzumban, ezért nincsen üres bolygó. Általában minden bolygón van élet, meg a napon is van élet, a holdon is van élet. Ki hol születik, azon múlik, akinek milyen a karmája. Általában a földön, akik születnek, ők azért születnek, hogy akarnak cselekedni, és ők a földön, bolygón gyakorlatilag az ember termeli karmát. Itt van szabad akarat. Itt ember termeli a karmát, és hogyha jámbor karmát összegyűjtött, akkor lehetőséget kap születni felső bolygó rendszeren. Hogyha bűnös karmát szedte össze, akkor föld alá. Ez nem pont a föld bele van ásva, hanem lejjebb a föld szint az univerzum szemszögből, hogyha nézve, lejjebb vannak, mint a föld bolygó rendszer, ez azt jelenti, hogy van több bolygó, és van föld alatt, lejjebb szinten, ott lejjebb is, lejjebb is, lejjebb is, lejjebb vannak alsó bolygó rendszerek. Oda kerül az, aki nagyon súlyos karmával rendelkezik, és akkor le lesz süllyesztve. Erről persze most nem fogunk nagyon belemenni, hogy órákig meséljek. Annyit tudok mondani. Összehasonlítjunk. Karmáról van szó. Ugyanúgy, mint ki milyen városban születik itt a földön, milyen országban, milyen családban, nincs véletlen karma szerint. Mert ahhoz, hogy jó családban, nemes családban szülessen, ehhez kell egy valamilyen jámbor cselekvésnek a gyűjtemény a karmába. Nehéz rossz családban születik valaki, azért, mert rossz a karmája. És ugyanúgy a bolygók között is működik. Gyakorlatilag, amikor ember itt él, neki van, látjátok, ajánlva jó és a rossz, és akkor ember dönt. Jót csinálok, vagy rosszat? Általában sokszor kevert csináljuk, de akkor sorba lesz állítva, hogy először kapok a jót, utána kapok a rosszat, valamikor keverve kapok, akkor sokszor a földön fogok születni, mert lehet, hogy születik egy jó családba, de le lesz bombázva a házam. Például ez a jó, mert jó életem volt, de utána rossz lett rögtön. Az is a karma szép, gazdag, szegény, egészséges vagy beteg, és ez is kevert, hogy valaki mondjuk jó karma, akkor szép is lesz, okos is lesz, gazdag is lesz, egészséges is lesz. De lehet keverve. Szép,
de buta, szegény, de egészséges, amikor valaki hiteles rituálikat végez, nem Isten iránt, hanem mondjuk így félisten iránt, akkor ő kerül a felső bolygók rendszerre, aki bűnös cselekvést végez, akkor alsó bolygó rendszerre. Mint nálunk is itt valaki megy és dolgozik, akkor kapja fizetést, akkor utána elmegy nyaralni. És a nyaraláskor nem kell dolgozni, csak el kell költeni a pénzét. Utána vissza kell jönni, meg itt haza dolgozni. Ugyanúgy jó karma, akkor valaki utána elmegy felső bolygó rendszerre, ami sokkal magasabb élet és a boldogság. Nincs betegség ott, és nincs öregedés a felső bolygó rendszeren, más törvények alapján működik a test, egy kicsit másféle testet kapunk, anyagi test, de máshogyan működik, az nem öregszik. Visz, és ott ember nem csinál karmát. Nagyon kevés, amit csinál, mert ott, mint amikor elmegyünk nyaralni, mi ott nem dolgozunk, nem halmazunk fel a pénzünket, hanem költünk a pénzünket. Ugyanúgy a felső bolygó rendszeren ember nem halmazza fel a karmát, hanem ledolgozza a karmát. És amikor elfogy, akkor vissza kell születni a Földön. Ez a szamszára, ezt a szót már mindenki hallotta, forgás univerzum belül. És akkor ugyanúgy, amikor valaki végez a bűnt, bűncselekményt csinál, akkor elkapnak a börtönbe, akkor nem nyaralni megy, hanem korlátoznak a szabadságot. És az ember, aki börtönbe él, ő ott nem gyártja a karmát, nem halmazza, hanem le kell tudni, meg van ítélve ennyi évig, korlátozva leszel, és akkor ott kell ülni. Ugyanúgy az alsó bolygó rendszerek, az, hogyha nagyon félelmetes szót mondom, ez úgy hívják, hogy pokol, pokoli bolygók, minél bűnösebb, annál távolabb a Földtől lefele és a naptól a pokoli bolygó, és oda, és mikor kerül valaki, akkor nem gyártja a karmát, hanem letudja, elég, leégeti a karmát, és amikor vége, akkor visszajön a Földre, de nem kap emberi testet, hanem kap a növényi testet, vagy állati testet, vagy mikroba testet, és utána majd egyszer lesz újra emberi testje. Szóval látjunk, hogy csak fogni az egész univerzumon és beszélni csak a Földről, ez nem helyes, hanem minden bolygónak van szerepe, és a karmán múlik, hogy a Földön hogyan csináljunk, mit csináljunk, innen kerüljünk valahova. Szóval nem, ez egy ilyen furcsa lett volna, hogy Isten megteremtette az univerzumot, és annyi sok fölösleges bolygó, mert annyira ügyetlen volt Isten, hanem csak a Földön tudta létrehozni az életét. De akkor lehet kérdezni, de miért nem látunk? Nem látunk ott élőlényeket, a teleszkópban nézzük a Holdra, és csak kratereket látunk. Igen, mert ott a test más elemekből áll. Itt a földi bolygón a fő dominál földelem, és a mi szemünk, ez azt jelenti durvább. Mi egy durva dimenziót látjunk, mondhatjunk így ezen a európai nyelven. És a Hold bolygó az egy másik dimenzióban van. Azt, amit látjunk, mi nem látjunk igazi képet, csak látjuk valami ott, van valami, ami Holdnak nevezünk, de nem így néz ki teljesen. És akkor minél magasabb bolygó, annál másabb a dimenzió, annál finomabb a test, és ők minket tudnak látni, mert a finom látásról látja a durva dolgokat, de durva látással nem tud látni finom dolgokat. Ezért nem látjunk, mi van ott a Holdon, és így tovább. Na ez volt egy kis tájékoztatást az univerzumról, a karmáról és a lélekről, de most jön a legfontosabb. Figyeljetek, mert ezt megegyeztek, akkor a többi nem baj, nem fogtok emlékezni. Az univerzum kívül mi van? Hány univerzum van? Nagyon sok univerzum van, végtelen univerzum van, és ez a végtelen univerzum, azon kívül van egy másik világ. Ugye a Srimad Bhagavad Gita-ban Krishna írja, hogy ezen kívül van egy másik világ. Úgy hívják, hogy para. A lelki energiából áll anyagi lelki világ, és ez az egész anyagi világ, ez csak egy negyede
annak a para világnak, ennek a lelki világnak, ahol eredeti helye van minden élőlények lelkeknek, és nekünk is. És akkor még egyszer, a lelki világ végtelen nagy, mondják a védek, de annak egy negyede az ki van jelölve anyagi világnak, ami mi vagyunk itt most. És lelkek onnan kerülnek ide, és vissza kell menni oda. Itt van születés, halál, betegség, fájdalom, szenvedés, és a lelki világban nincsen ez. Ott lelkek szeretett viszonyukban élnek Istennel. És ez a legfontosabb, hogy ne korlátozzuk magunkat ezzel a kis univerzummal, ami 6 milliárd 500 millió kilométer. Látjátok, mérhető az univerzum, de a lelki világ nem mérhető annyira nagy. És ott vagyunk, ott az az eredeti. És igen, hogyan lehet visszamenni? A bhakti yoga gyakorlat. Hogyha valaki gyakorol bhakti yogát, az a személy megszabadul a karmától, meg karma fogja minket itt, és karma minket itt csapongóan viszi egyik univerzumból másik univerzumba, egyik bolygóról másik bolygóra, egyik városból másik városba kell születni, másik országba kell születni, másik szülőknek kell születni, mindent el kell veszíteni. Ez a karma, az karma bandana, gúzsba köt. Gúzsba költ, ez azt jelenti, hogy szabad akaratunk nagyon korlátozott van. De valaki bhakti jogát gyakorol, megszabadítja karma bandanától a lelket, a karmától, és a karma mentes csak visszamehet a saját eredeti szvarópába, a saját eredeti helyzetbe. Ennyit gondoltam, elmesélni nektek, és hogyha van kérdések, kérdezzétek, írjátok nyugaton. Szép napot kívánok, Hare Krishna!